egy játékosnak tudni kell belül azt, hogy, hogy mit kell ahhoz előhívni, hogy sikeres legyen egy Európa-bajnokság. Én a Ricsit úgy látom, hogy egy klasszikus balátlövő, tehát az adottságai azok olyanok, hogy nem sok játékos rendelkezik ilyennel. Rendkívül nagyot lő, és olyan sebességgel tud rámenni a falra, hogy nincs ember, aki megállítsa, és szerintem ebből nagyon sokat fogunk profitálni ezen az EB-n. Tényleg egy Jolly Joker, akkor itt az bárhol lehet használni, még lassan már kapuba is szerintem. Tegnap már átvettük kicsit a mozgásokat ott is. Ne, de tényleg, amit kér tőle a mester, én úgy gondolom, hogy ő 100%-kal meg tud oldani mindent tényleg. Két új barátlövő, én úgy gondolom, én mikor így megkérdezik tőlem, hogy milyen lesz az Európa bajnokság, vagy mit várok magamtól, nekem egy kicsit, megmondom őszintén, mindig egy kicsi görcsbe rándul a gyomrom, mert nem azért, mert izgulok tőle, hanem inkább várom, hogy milyen lehet kint. Én is izgulós vagyok, és várom, szerintem Tokió lesz, és jó csapat vagyunk, és mindig úgy nyerni fogunk, ez biztos. Könnyű együtt dolgozni talán Dusa Bayerben? Hát nem annyira. Hát egy picit más, ahogy dolgoztam, és itt is sok taktívan szereti, hogy pont azt csinálunk, ami akarja. Hát igazából nincs olyan szabadságos, de szerintem jó. Mindenkinek nagyon precízen tudni kell, hogy most 10 centivel jobbra, 10 centivel balra, pontosan mit kell támadni, hogy a két ember közé érkezzünk, abba az ütemben, amikor kell. És azért ez nem egyszerű, tehát sokkal kevesebb az individuális játék. De van nagyon sok jó oldal is, főleg akkor, hogyha ez a rendszer jól működik, és tehát mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. Nekem tudni kell mind a három belső poszton. Hát se kapuban nem, amit a Ricsi említett, tehát ott nem kell erre készülnöm, de... Nem tudhatod. Nem tudhatom, soha nem tudhatom, így van, így van, még Szatyival dolgozok egy kicsit majd délután, hogy kicsúszások jól jönnek. De hát bízom benne, hogy jól fog működni ez a rendszer. De hál' Istennek az idősebb játékosok nagyon-nagyon jó fejek, befogadtak minket, nagyon sokat segítenek. Mikor van egy közös program például, hogy bacsi előtt egy ilyen közös beszélés, akkor jókat tudunk beszélgetni. Kicsit így oldottunk már, hogy egyre többet együtt vagyunk. Én úgy gondolom, hogy egy jó csapat és egy jó közösség van itt. A legfontosabb célunk, hogy kvalifikáljuk magunkat az olimpiára. A legegyszerűbb módja az lenne, hogyha megnyernénk ezt az Európa-bajnokságot, és tehát a cél az, hogy megnyerjük, és ezzel automatikusan ki is jussunk. Ugyanakkor nem tudhatjuk azt, hogy mi lesz elegendő egy ilyen kvalifikációs helyezéshez. Lehet, hogy egy 8. helyen is be tudunk csúszni, lehet, hogy egy dobogós helyen se tudunk odaérni. Hát minél fényesebb érem lenne a legjobb, de hát nagyon nehéz lesz. A mezőny borzasztó erős szerintem, de hát szeretnénk megnyerni ezt a tornát. Nagyon szeretnék eljutni Rióba, és ez egy nagyon nagy álom nekem, de úgy gondolom, hogy nekem is hasonlóképp gondolkozik erről. Tehát ez egy sportoló életében egy fantasztikus dolog lehet. Mikor beszélgettünk a srácokkal, hogy kérdezgettem, hogy milyen volt kint az olimpián, és mondták, hogy hiába meséltek jó sztorikat, de egyszerűen át kell élni, hogy ott az egész világsztárok, ott sétálnak mellett 10 méterre, együtt ebédeltek, vacsoráztok, közös fotót csináltok vele, beszélgethettek vele, úgyhogy én amilyen sztorikat hallottam, az csak jót, és nagyon várnám, ha esetleg sikerülne kijutni. Én el tudom képzelni, egy NBA sztár oda, és Ricsivel, meg Koriba kettőkkel szeretném közös képet csinálni, tehát erről ábrándozunk. Nézzetek! Az M4-en? Az Európa-bajnokságot.